hozzák, vagy éppenséggel előnyek, annak ellenére maguknak is tudniuk kell, hogy ez hazugság vagy téved információ, amit közölnek. Másrészt pedig miért fontos annyiból a irodalom, amit most itt kitaláltam, azért, mert hát egy viszonylag ismert témáról van szó, amivel mindenki, aki Szlovákiában járt általán iskolában, középiskolában, és ott, ami történet, megtalálkozott ezzel a témával valamilyen formában. Illetve a politikai diskurzusban, illetve az emlékezett politikában is nagyon fontos, erős szerepet töltött be a közelmúlt, most már annyira nem, de egy 5-10 évben elég erőteljesen. A mellőzést nagyon sokat gyorsan beszélni. Ha valakit ez zavar, akkor bologasson, hogy belassítok. Illetve, hát itt egy ilyen disclaimerként szeretném jelenteni azt, hogy nyilván elő fog kerülni a szlovák emlékezett politika és annak egyes furcsa, különös vadhajtásai, de nem szeretnék politikáról beszélni, és az előadás utáni kérdésbólban sem feltétlenül szeretnék az irányba túlságosan elmozdulni, egészen egyszerűen azért, mert felvidéki magyarként én is érintett vagyok ebben a dologban, és így nem egy objektív véleményt kapna itt a kedves hallgatóság, hanem egy elég szubjektív dolgot, ami talán nem való egy ilyen előadásra. Amellett pedig fontos nekünk az, hogy ennek az előadásnak szintén nem az a célja, hogy most röhögünk egy jót a szlovákokon, hogy mi mennyivel jobbak vagy szebbek vagy okosabbak vagyunk, mint ők, és milyen tévedésekben hisznek a múltatok kapcsolatban, hanem viszont nekünk is van egy csomó ilyen furcsa obszkúrus tévhitünk, mert gondoljuk bele, hogy hányan tartják magukat valamilyen megmagyaráztatlan módon mindenféle Kunmer, Schumer, meg egyéb leszármazottnak. Tehát ez Kelet-Európában egy ilyen erőteljes jelenség, bár Szlovákiában és Magyarországon közel sem annyira erős a politikai célokból folytatott történelmi sítás, mint mondjuk Törökországban, a Balkánon, vagy Ukrajnában, vagy Oroszországban. Tehát tekintsünk erre a dologra úgy, hogy egy más nemzet, vagy egy más kultúra tévhiteink keresztül próbáljuk megközelíteni a saját tévhiteinket, ugyanis ha ezeket jól megismerjük és meg tudjuk kezelni, akkor talán a saját tévedéseinket is egy kicsit korrektebben fogjuk látni. Egyébként van egy személyes kötődésem is a témához, azt egy szépen hallom az előadás elején, azért mert kíváncsi vagyok, hogy volt-e valakinek esetleg hasonló tapasztalata, ha igen, akkor kérem, hogy szóljon az előadás után, mert szerintem ebből egy jó beszélgetés alakulhat ki. Hogy én ezzel a témával, amikor alapiskolásként, illetve középiskolásként, alapiskolásként inkább ilyen 17-3-4-5 évesen találkoztam, nem tudtam vele mit kezdeni. Miért nem? Hát azért, mert egyrészt a szlovák órákon, illetve mondjuk a szlovák politikai rétorikában, vagy mondjuk a szlovák emlékezett politikában, gondolván itt a civil mentőszobor a Komáromban, vagy dokumentumfilmekre, vagy előadásokra, vagy hasonlókra, egy ilyen aranyal csillogó, dicsőséges Nagy-Morávia képet festettek elénk, tehát egyfajta aranykort, egy utópiát, míg a magyar órán meg megtanultuk a fehér ló mondáját, amit remélem mindenki ismeri itt a hallgatók közül, valaki igen, azt kérem bólogasson, tehát amikor a honfoglaló magyarok, hogy az ostoba szavakok fejedelemtől az országát megvették egy lóért. És ezzel a ugye, tehát két nézet ütközött bennem, és ezen nagyon sokat gondolkodtam akkoriban gyerekként, ugyanis két meglehetősen szélsőséges és téves és erősen nacionalizmus által állítatott téma ütközött, ha úgy tetszik, egy megállíthatatlan erő ütközött egy megmozdíthatatlan tárgyal. Igen, ha valakinek volt hasonló tapasztalata, akkor majd szívesen beszélgetek vele erről. Nos, ha nagyon a birodalom helyéről szeretnénk beszélni a történelemben, akkor ezt alig ha fogalmazhatjuk meg pontosabban, mint a Brünni Egyetem kiváló történész professzor a Martin Luther, akivel a tavalyi évfolyamán volt szerencsém személyesen találkozni, és hát egy beszélgetésben elegyedtünk, és amikor rákérdeztem, hogy a professzor úr mégis hogyan értékelni a Nagy-Morva Birodalom emlékezetéről jutó életét, akkor ezt a választ kaptam, hogy szerintem nagyon szellemes, hogy a Nagy-Morva Birodalom megítélése a mítoszoktól haladt az illúziókig, majd az illúzióktól a valóságig. És ez nekem annyira megtetszett, hogy a mai előadás központi módkójaként is szolgálhat, tehát mi is először a mítoszoktól fogunk eljutni az illúziókig, majd pedig onnan visszakanyarodva a valóságig. Kezdeném is a mítoszok. Ugyebár már a középkorban, rögtön a Nagy-Morva Birodalom bukása után kialakultak különböző mítoszok, amik ezt a bukást voltak hivatottak valahogy magyarázni. Kétféle csoportra osztottak ezeket, voltak az úgynevezett külső tényezők, ezeket elsősorban a nyugati, illetve a magyar források rögzítették. Az első központi ok az a honfoglalás volt, illetve a frankok árulása, elsősorban a harmadik frank király árulása, aki elárulta a morvákat
és a munkásokat okozta, illetve megjelenik itt Svatopó, ugye az önző ostoba uralkodó toposza, a Ferér Lomondában például. A toposz az ugye egy ilyen vándor történet, ami leginkább abban merül ki, hogyha én most itt önöknek azt mondom, hogy Svatopó egy ostoba gyengekező uralkodó volt, akkor önök azzal az információval térnek meg haza, hogy igen, Kovács Lehet, hogy nem szakos hallgató azt mondta nekünk, hogy Svatopó egy ostoba gyengekező uralkodó volt. Azonban, ha én elmesélek önöknek egy történetet Svatopukról, történetesen a Fehér Lomondáját, amiben Svatopuk egy gyenge kezű ostoba uralkodóként van ábrázolva, akkor önök a következtetést ezt maguktól hívnak el, és valóban lejön a történet tanulsága, tehát Svatopuk valójában egy gyenge kezű ostoba uralkodó volt. A második csoport az úgynevezett hanyatlási diskurzusok, most jobb szó ilyen nevezzük őket így, ezek elsősorban a cseh források rögzítették. Leginkább az úgynevezett Christian Legendary Sentence-ről, illetve a Prágai Kozmosz Krónikája, ezek nagyon fontos elbeszélő források Csehországban. Itt pedig az okokásosokban az erkölcsi hanyatlás, illetve a morvák, az, hogy a morvák elfordultak a kereszténységtől, elfordultak a vallástól, pogányokat ismét, és ezért elkerülhetetlen volt a munkások. Ez az elsődleges tanulság pedig a Csehmorva Transzláció regni, ez annyit jelent, hogy ezek a források, Morvaország bukása után Morvaország egyetlen igazi örököseként Csehországot emlegették és hozták fel. Tehát azt próbálták támogatni, alátámasztani, legitimálni, ahogy kinek hogy tetszik, hogy igen, a morvák által egykor uralt, de közben csehek által elfoglalt területek, azok valójában jogosan tartoznak Csehországhoz, illetve a cseh fejedelemséghez, királysághoz. Majd eljutunk vasacskán az illúziókhoz. Ugye helyszínünk, valószínűleg korszakunk a 19. századi Csehország, tehát ugye a Habsburg monarchián belül létezik ekkoriban Csehország, vagy a Csehkorona országai, ahogy akkoriban hívják őket. És egy megkerülhetetlen figura František Halacki, ő a cseh történettudomány, ugye a történettudomány az a 18. század végén, 19. század elején alakul ki, elsősorban német egyetemeken, majd terjed fokozatosan. Palacki a cseh romantikus történet írás legnagyobb alakja. Ő írásosorban, tehát először történelem során egy modern szempontból történelemnek nevezhető Csehország történetet a kezdetektől egészen a saját korszakáig. Ő elsősorban a cseh, illetve a szláv autonómiáért harcolt a német tengeren belül, tehát az ő történelem szemlélete, ezért ez ugye romantikusnak, mivel romantizálja a munkát, és nem egy ilyen tiszta tudományos képet lát, hanem egyfajta befestett színezett munkat. Ő elrefektette ki a cseh történelmet, hogy ez a szláv és a germán kultúra, illetve a szláv és a germán világ állandó harca és ennek Csehország helyszíne, és ennek a helyszíne a monográfia is bennük a birodalom. Majd, hát a romantikus történetírás után kialakult Csehországban az úgynevezett pozitivista történetírása. Ezt nevezett ténylegesen az első tudományosnak nevezhető történeti iskolának, ennek azonban volt egy előteljes hátránya, az pedig maga a korszak volt, tehát ugye a pozitív és a történet írás elsősorban egy prágai professzor az Jaroszláv Volhoz kapcsolódik, és az ő köréhez, akiből legfontosabb számunkra talán Václav Lomotny, aki egy középkorász volt, tehát talán a korszaknak a sztár középkorásza. Ők azonban nem voltak képesek egy teljes Csehország történetet sorozatot produkálni, és ennek meg is lett a hátulütője, ugyanis a korszakban nagyon erőteljesen nyomott fel nyilván az első világháború, majd azután az új államalakulatok születése következik Európában, egy ilyen volt Csehszlovákia, a Csehszlovák köztársaság, 1918-ban, pontosabban az első köztársaságban. Nagyon fontos, hogy beszélnünk arról, hogy két komoly problémával áll szemben ekkor a Csehszlovákia, vagy ugye a csehszlovák alapító atyák. Először is, ha a nemzetiségi szempontokat, a nemzetiségi arányokat nézzük, akkor ők itt szépen létrehozták az osztrák-magyar monarchiát kicsiben. Tehát ezt úgy kell elképzelnünk, hogy még ugye legtöbben a csehek voltak, a cseh nemzetiség volt a legnagyobb az új köztársaságon belül, a második helyen azonban nem is a szlovákok, tehát a második domináns nemzet, hanem a németek voltak. Ez egy nagyon komoly probléma volt, és az azt a megoldást szülte, hogy igen, a történeti emlékezet az egy fegyverként lesz felhasználva, elsősorban a német kisebbség ellen, másodszorban pedig a magyar kisebbség ellen, illetve Magyarország ellen, akikkel ekkoriban komoly vitákat folytat Csehszlovákia a déli határokat illetően. Nyilván hát létezik-e csehszlovák nemzet? Ez egy nagyon fontos kérdés, amin érdemes elgondolkodnunk. Ha a nemzetet úgy definiáljuk, hogy egy elképzelt közösséget, tehát egy ilyen, mondjuk magam magyarnak vallom és magyarnak készen van, és mindenki a magyaroknak valljuk, hogy érezzük magunkat, tehát remélem,
gondolom. Tehát ez az elképzelt közösség dolog. Tehát ilyen szempontból csehszlovák nemzet semmiféleképpen nem létezik, ez kategórikusan kizárható. Azonban, ha a nemzetről gyakorlati kategóriaként gondolkozunk, tehát megpróbáljuk egy a gyakorlatban megragadni azt a csehszlovák nemzeti ideát, mondjuk a politikai érdekérvényesítésben, akkor érdekes dolgokat találunk. Egy ilyen volt például, tehát az, nyilván a szlovákok, az első csehszlovák köztársasága magukat egy szuverén független nemzetnek képzelték el, de viszont Tomáš Garrigue Masaryk, ugye az első és a legemblematikusabb alakja az első köztársaságnak, már sokkal inkább beszélt az egy nemzet, tehát a csehszlovák nemzet két testvérágáról, a szlovákról és a cserről. Míg a radikális cseh nacionalisták, például Edvard Beneš, tudjuk, hogy aktívan tagadta a szlovák nemzet létezését egész életében, és nem ismerte el. Ez a mesterségesen kreált dolog természetesen munkásra volt ítélve már az elején, és ez bekövetkezett 38-ban, illetve 39-ben, 38-ban a müncheni hárulás által, 39-ben pedig az úgynevezett független szlovák állam, tehát a szlovák fasiszta vállam megalkotása által. Utána azonban mindannyian ismerjük a történetet, lement a világháború, és 45-ben újra alakult a Csehszlovákia a második köztársaságként, és ekkoriban már Nagy-Morávia politikai ideológia áldozatává. Mit értek ez alatt? A másik komoly probléma, amivel a csehszlovákok ütköztek, az az volt, hogy a cseh és a szlovákok soha, de soha a történelmi során nem tartoztak egy államalakulathoz. Ugye a csehek a cseh koronaországaihoz, vagy a cseh királysághoz, a szlovákok pedig a magyar királyság keretein belül léteztek és éltek mindig is. Ezért nyúltak vissza egy nagyon régi, meg egy ilyen humánosan múltban látszódó dolgokhoz, Nagy-Moráviához, amiben kialakították ezt az utópia képet arról, hogy a cseh és a szlovákok első közös állama az igenis a nagy a fejedelemség volt. Emellett nagyon fontos beszélnünk a nyugatállamességről és a szovjet barátságtól, ugyanis a másik komoly eleme a Nagy-Morávia képnek az volt, hogy egy Cyril és Metód, akik megalkották az első szláv írást, a szláv liturgiát, a szláv istentiszteleteket, és akkor az ortodox világhoz csatlakozva egy ilyen keleti egyházat hoztak létre Közép-Európában. Ez is nyilván az orosz barátságra akar utalni, tehát egy ilyen allúzió arra, illetve hát a pánszlávizmus is egy nagyon fontos ideológia, tehát hogy az összes szláv egy otthonra lehet Nagy-Morávijában, és közösen harcoltak a gonosz magyarok és a gonosz németek ellen. Hát igen, ez nyilván egy probléma. Majd elérkezünk, hát napjainkba, 89-ben, ekkor is hát bekövetkezik a rendszerváltás, illetve hát Csehszlovákia is szétesik. Nos, igen. Ahhoz, hogy a két születendő ez is van, ekkoriban jelentett meg egy nagyon, szerintem nagyon fontos és korszakalkotó tanulmány, az egyik nagyon fontos cseh történelmi folyóiratban, ezt Tusán Sesti írta, egy nagyon fontos történész, amelynek a címe Velká Morava, helyi Istodénák volt, tehát Nagy-Morávia és a helye a történelemben. És igazából előadási címe is erre a tanulmányra akart valahogy kötődni, erre a tanulmányra akart kötni. És ebben is estig ünnepli a rendszerváltást és ünnepli a szabad gondolkodás felületelét, mivel úgy gondolja, hogy ezáltal végre ténylegesen, függetlenül a politikától, az ideológiától és ezekről a mocskos dolgoktól tisztán közelíthetjük meg a Nagy-Morava birodalmat. Hát ez sajnos csak a Morva folyó egyik oldalán, egyik partján volt igaz, ugye Csehországban. Ha megnézzük például a cseh köztársaság, illetve a szlovák köztársaság alkotmányait, most elnézést kérek a szlovákul, vagy a cseh nem ismerő, nem olvasó közönség, közösen lefordítom a fontos részeket. Kezdeném a csehekkel, ugye a cseh köztársaság alkotmánya úgy kezdődik, hogy mi občané Českej republiky, Čechárka Moravia Slezsko. Ugye mi a cseh köztársaság állampolgára, Csehországban, Morvaországban és Sziléziában. Nagyon fontos, hogy egy polgári egy jogi principiumhoz kötődik az alkotmány, illetve hát milyen történelmi alapokra, milyen történelmi államokra hivatkozik előzményként. Hát Zemi Koruny Cseszke, tehát a cseh koronaországai, az ugye Csehországhoz, a cseh királysághoz, a Morva Őrgrófsághoz, illetve Sziléziához, illetve nagyon fontos, Szálltoszi Csehszlovenszke, tehát a csehszlovák államiság. Mi a kezdet Szlovákiával? Hát mi nálunk szlovenszki, tehát mi a szlovák nemzet, az egy nagyon fontos különbség, ugye itt már
polgári, állampolgári és a polgárjogi principium helyett egy technikai, vagy egy nacionalista, vagy egy nemzeti principiummal állunk szemben. Pálmár felhetőznám politické a kultúra egy észhozói kredkontak, mindegy. Ez Mr. Cyril Metacker, a kolonel egy észhozói, a historické holtkazó Delfé Morelli, tehát a Cyril és Metódi szellemi örökséghez és a Magyarávia üzenetéhez. És ez egy unikális példa, tehát ezt mindenki jegyezze meg, hogy ez talán az egyetlen egy olyan eset, valami Európában, nem tudom, mondjuk Afrikában, ez ahogy mondott, vagy Ázsiában, amikor egy ország, egy nemzet, a történelmének az elmúlt 1000 évét aktívan megtagadja és megállja. Igen, tehát nem hivatkozik sem a magyar királyságra, sem pedig a Csehszlovák köztársaságra, csak benne az obszkús és mondva veszi nagy morálpiára. Mi ezzel a probléma? Hát az, hogy egy modern állam közvetlen előzményeként egy olyan középkori állam alakulat van feltüntetve, aminek a működéséről, vagy a belső struktúráiról semmi pontosat nem vagyunk képesek elmondani. Ugye, ahogy hangoztattam, vagy hangsúlyoztam, nagyon nagy gond az, hogyha a modern fogalmainkat, mint például a modern nemzet, vagy modern alkotmányosság, vagy modern állam, a középkorba vetítjük vissza, ugye ezeket a fogalmakat, mondjuk az újkorba, vagy inkább a korai korba sem feltétlenül tudjuk adaptálni, a korai középkorba azonban biztos vagyunk. Ezek a fogalmak a korai középkor számára, de a középkor számára nem léteznek is. És a középkori ember sem tud ezekkel a fogalmakkal mit kezdeni. Tehát ezek a modern politikai fogalmak a 18.-19. században alakulnak, és nagyon történelmes ezeket visszavetíteni abba a korban. Ez azért nagy probléma, mert hogyha mi ezzel a modern 21. századi fejjel betűnünk rá a középkorra és a középkori forrásokra, akkor és utána ezt el akarjuk mesélni a barátainknak egy sör mellett, vagy akarunk róla írni egy cikket, vagy egy előadást szeretnénk folytatni, akkor mi nem a valós múltat fogjuk elmesélni nekik, hanem a saját elképzeléseinket, a saját tehát modern elképzeléseinket arról a korszakról. Így természetesen egy valós képet semmiképpen sem kaphatunk. Tehát ehelyett egy objektív valóságra kell törekednünk illúziók nélkül. Már amennyire lehet, hogy objektív, nyilván azt érdemes hozzátenni, hogy a teljes objektivitás az lehetetlen és kizárt, és én sem feltétlenül vagyok az, de erre kell törekedni, tehát hogy úgy meséljük el. Egy nagy 18. századi német történész idézve úgy kell elmesélni a múltat, V.S. Eigentlich Wesen, tehát ahogy ez valójában megtörtént, megtörténhet volna. Még egy érdekesség, igen, ezt a szobrot gondolom mindannyian ismerjük, igen, a szatatott rész, a szatatott királyszobor a pozsonyi Bernál, aki a koronával a fején lovagol, és a kardjában mellesleg Pannonia, vagy Magyarország felé gabonászik. A koronában a fedek, azt majd látni fogjuk, hogy a szatatott biztos, hogy nem volt semmiféle király. És még egy érdekesség, hogy ezt nem tudom, hogy most mit van el, tudom, hogy restaurálták a szobrot, de néhány éve még, amikor ott jártam biztosan, a szatatott pajzsán az a jelkép volt, amit a világháború alatt a linkagárdisták, tehát a szlovák fasziszták voltak. Hát igen, ezzel valószínűleg a szoborkészítői többet akartak, többet szoborkészítőnek többet sikerült mondani, mint amit akartak volna, vagy amit szerettek volna. Kínos. Most pedig üssünk el ezektől az illúzióktól a jelenleges valóságnak. Volt valójában, a következő kérdésekkel fogunk foglalkozni. Tehát mi volt valójában a nagy módon a birodalom? A hatalmi struktúráiról lesz, legalábbis arról, amit tudhatunk. Kiterjedtségéről, működéséről, hát szó lesz a bukásáról természetesen. És szó lesz még a morva kereszténységről, ami egy nagyon fontos probléma. Mindannyian tudjuk, hogy miért elmegyek már gondba is ott a körforgalomban, látjuk a cigetlenül szobrat, és ez egy ilyen nagyon nagy dolog a szlovákoknak. Na, mindegy. Ezzel azonban fontos egy kicsit elméleti eskedjünk. Ugye az ember többére meg akarják menni és meg akarják kövezni, amikor elméleti dolgokról akar beszélni egy ilyen előadásban, tehát többnyire mindig azzal jönnek, hogy igen, de lássuk már azt a tényleges kutatást, és ne elméleti eskedjünk itt. Ez azért nagyon fontos, mert ugye Kövér György, egy magyar történész fogalmazta meg olyan találva, hogy a történeti kutatás nincs módszer nélkül, a módszer pedig nincs elmélet nélkül. Mit jelent ez? Hát azt, hogy attól függetlenül, hogy mi nem reagálunk az elméletre és nem elméleti eskedünk egy kutatás során, attól függetlenül annak lesz elméleti implikációja, csak azáltal, hogy mi ezzel nem foglalkozunk. Az elmélet kicsúszik a keretek, kicsúszik a kezeink közül, és így önmagában egy ilyen pusztító démonként fogod ténykedni, és rombolni a gondolatmenetünket.
Tehát beszéljünk röviden a forrásokról, tehát azokról a korabeli szövegekről, amik alapján rekonstruálhatjuk a birodalom történetét. Hát először leszeretném szögezni, hogy nagymorva forrásunk nincs a középkorból, tehát semmit nem írtunk, semmiféle írásbeliségről nem beszélhetünk a nagymorva birodalomban. Külföldi források tudósítanak a birodalom létezéséről és működéséről. Ezek javarészt nyugati latin nyelvű források, másrészt kisebb részben keleti bizánci görög nyelvű források, kisebb részben pedig éber, illetve arab nyelvű források, amiket különböző utazók és kereskedők írtak le, amikor így jártak Közép-Európában. Ezeket a forrásokat egyébként, ha valaki esetleg tud cserül, és érdeklődik ez iránt, akkor az interneten meg tudja nézni, és le tudja tölteni, meg tudja kérni könyvtárból ezeket a forrásokat, akik összegyűjtették a cserek. És nem csak, hogy összegyűjtöttek minden forrást, ami a nagyobb birodalomra vonatkozik, de le is fordították majd modern nyelvre. Mi a probléma ezekkel a forrásgyűjteményekkel? Ez ugye első körben egy nagyon jó dolognak hangzik, hogy minden egy helyen is el tudjuk olvasni. Hát az, hogy ezek javarészt nem jogi vagy nem adminisztratív jellegű források, hanem elbeszélő források. Tehát krónikák, kezdták, évkönyvek, mint leírások, naplók, stb. Ezeket sokkal inkább úgy kéne kezelni, mint irodalmi műveket, irodalmi alkotásokat. Tehát ezeket egy szerző írja valami, valakinek. Nyilván nem a teljes valóságot meséli el, hanem a célközönségének és a célnak megfelelően forgatja a dolgokat, és csak azt mutatja rá. Egyébként érdemes megjegyezni azt is, hogy a középkori történet írás, tehát a krónika írás, az sokkal inkább hasonlít a bulvár sajtójára, mint a mai történelmi könyvekre. Ugyanis az, hogy egy király uralkodik, és béke van az országban, és jó törvényeket hoz, és mindenki békésen boldogan él, amíg meg nem hal, az a középkori történetíró szerint ostobaság nem létezik, és amúgy is unalmas. Arról, hogy járvány van, pusztítás van, az emberek ölik egymást, háborúznak, az érdekes, arról lehet írni. Mennyire menő, nem, tehát sokkal érdekesebb. Magyar történelmi példával élve, tehát arról, hogy például II. András kiadott egy aranyagulát, egyetlen egy külföldi forrás sem értesít minket, arról viszont, hogy a magyarok megölték a királynét, a Gertrudist, az összes külföldi krónikás beszámol szintén. Ugye, és feltetném egy ilyen provokatív kérdésként, hogy mit gondolnak, hogy mik azok a történet, magyar történelmi események, amikre a külföldiekkel figyelnek, van egy gondolatok, akkor kiabáljanak, mert ez egy ilyen felhívban az orvó bejegyzését. Van valakinek ötlet, hogy mi az első kérdés? Kérdés, ami a tárgyal, ami különleges változás. Konkrét, akár. Eger. Eger? Nem. Lehetne, de aztán nem hogy Magyarországon a középkorban a romlás után. Te egyébként arról értesítem. Tehát az elestéről is később, és az ostromból is. A középkorban. Tessék? Dózsak elkelés? Szólnak róla egyes források, de nem ezek. Egyszerűbbekre gondolok, tehát az államalapítás például, tehát István államalapítása. Az igen, az első, tehát az első, az a legfontosabb. Utána a tatárjárás például, illetve hát különböző háborúk. Tehát ezek a legfontosabbak, ezek az extrémek. Emellett nagyon fontos ugye azt is tudatosítanunk, hogy a külső források, tehát a német források alapján rekonstruálni ennek a birodalomnak a történetét olyan, mint hogyha Közép-Kelet-Európa történetét 1945 és 89 között csak a szovjet propaganda alapján próbálnak rekonstruálni. Tehát egy nagyon elfogult, nagyon kiszínezett képpel fogunk találkozni, és ezt nagyon-nagyon köszönöm meg kell végésen. És itt meg az első probléma. Hogy nevezzük egyáltalán ezt a dolgot, szerencsétlen Nagy-Moráviát, tehát akkor hívjuk Nagy-Moráviának, ott van mérete, vagy fontossága. Nevezzük Szlovák-Moráviának, jó, hiány, hogy Mojmiriga Moráviának, a dinasztiára utalva, és vagy Jó Moráviának, illetve birodalomnak, királyságnak, fejedelemségnek, vagy esetleg el kell gondolkodnunk azon, hogy ez egyáltalán eddig álló államnak számított, és most egy kis poént ellövök, szerintem nem feltétlenül számítok annak. Ez a térkép, amit itt láthatunk, ez a szlovák történelmi tankönyvek által általánosan használt kép, és itt két dolgok, amit nem fel figyelnek, amit nagyon fontosak. Egyrészt az a hatalmas méret, elképesztő. A másik pedig az a városok, illetve települések száma. Tehát megfigyelték az érvesztőnök, hogy a Morvaországi, tehát van a Morva folyó, ugye, ez a Morvaországi települések, ezeknek a száma megegyezik a mai Szlovákián található települések számával, és ezt hogy lehetséges, hogy kicsit furcsa, nem?
Hát úgy, hogy a morvországi telefonban a települések számát lecsökkentették, azt a kiadatokat pedig megölték, hogy egy ilyen ilyen paritást alakítsanak ki. Tehát, hogy egy első legyen, mégiscsak szóval maradja, igen. Ehelyett mi a valóság? Hát röviden beszélni fog a hatalmi struktúrákról, legalábbis azokról, amiket megismerhetünk Moráviában, ugye itt a külkapcsolatokról lesz szó, a szuverenitásról, illetve magában a dinasztiáról. Kezdeném a, hát a külkapcsolatok illetve azzal, hogy milyen volt a viszonya ugye a Moiniduráknak, a dinasztiának és a frank királyoknak. Itt leszögezném, hogy én elsősorban csehszakirodalom alapján tájékozódom, és így is szoktam meg, ezért nem a szlovák névalokat használok fejedelmek, hanem a cseheket, tehát ugye Rosszislav és Szlavokul, ezek eltérnek, vagy Rasszislav talán szlovákul és Szlavokul, ugye szlovákul, én inkább a cseh használom, meg így szoktam meg. Itt látjuk az összes mai idő a morva fejedelmek felsorolva, illetve azt, hogy milyen kapcsolatban álltak a frank királyokkal, kezdve mai idő. Biztosak vagyunk benne, hogy 846 előtt tett hűséges ki az akkori frank királynak. Hát valószínű, nem tudjuk pontosan, hogy mikor, annyit tudunk, hogy 846-on a frank forrása szerint fellázadt és ütlenséget követett el a frank uralkodóval szemben. Ez pedig biztos, hogy, tehát biztos, hogy, hogy máshogy lázadhatott volna fel, hogy máshogy lehetett volna ütlen, hogyha nem tett hűséges ki előtte. Rosszislav 846-ban biztos, hogy tett hűséges ki, illetve 870-ben forrás ezt tudja azért, hogy infidelit elkészíti, mert a műtlenség bűnébe esett ő is. És ezáltal a következő szatokok lett, aki 873 és 74 között megújtotta a hűséges fülét, amik még korábban tett Rosszislavval valószínűleg. 884-ben pedig, ezt nehéz, nehéz is lefordítani magyar nyelvre, az esküje, amit akkor másodjára vetett a frank királynak, ez a komoszi ezt típusú eskü, ez azt jelenti, hogy arra tett esküt, hogy az életét áldozza a királyért, tehát a frank királyért, hogy meghalsz királyért. Ez egy ilyen nagyon fontos, nagyon komolyan vett középkori eskü típus. Második mondjuk pedig, 901 környékén kérdésik meg a frank királyok arról, hogy ő esküt tett a frank uralkodónak. Tehát egyértelműen mondhatjuk a következtetést, hogy a dicsőséges, nagy, hatalmas, ragyogó morva birodalom, valójában egy frank bárvár, alá lehetett frank, az alus állam volt. A fejlelően minden nagyobbséges ügyteteket. Nagyon fontos még az, hogy a latin források hogy nevezik az adott fejlelően, hogy mi az titulus. Elsősorban a princeps és a lux fordulnak előző, hogy ilyen standard fogalmak latinra a középfoglalmiságban, mivel nem királyi titulussal bíró uralkodókat neveznek meg. Ugye ez nagyon, ez a hangsúly az nem, ez egy nagyon fontos minőségbeli különbség a fejedelem, a Dux, a Princeps és a Régszer király között. Hatalmas minőségbeli különbség van, és ez... Tehát ugye király az, akit felkelnek és megkoronáznak, és ez, ez mondjuk az ország diplomáciájára, illetve státuszára is nagyon nagy hatásra fogott, ez, ez égéstől kettődő. Tehát ez olyan, mint mondjuk egy polgármester és egy miniszterelnök közötti különbség, hogyha egy nagyon korán hasonlattal szeretnénk élni. A rész egyébként előfordul egyetlen forrásban, erre majd kitérek, de ez nem azt jelenti, hogy az volt fejedelem, amit résznek hívnak a források, az király lett volna, ezért nagyon különleges dolgok, hogy nem mesélve. Tehát egyértelműen a Karolin frank alárendeltség, nem egy szuverén állam nagy Morávia. A dinasztia. Hát, nem feltétlenül egy nyugati, vagy hát egy középkori arról a fajta dinasztiáról beszélünk, amit az ember általában elképzel a középkori dinasztiáról, amit az elvárról beszél. Ezt egy példával szeretném bemutatni, mert talán ez a legegyszerűbb, mondjuk itt a Gábor előtt vagyunk, Gábor Tasárgulat többieknek integes. Hát a Gábor most kinevezett van maga a fejedelemnek. Neki egyedül? Kinevezett ki? Gábor. Igen, csak meg legyen a statisztik, vagy volt ellenvetés. Ez nagyon fontos. Gábor úgy fejedelem. Ha mondjuk francia király lenne Gábor és meghalna, egyértelmű lenne, hogy a királyságot Gábor egyetlen fia örökli. Ugye? Tiszta. Meghal a király, a fiát megkoronázza. De ebben a közegben, tehát ebben a dologban, amit most mi jobb szó ilyen klánnak nevezünk, ez nem így működik.
Tehát ebben a közegben nem csak, hogy Gábor összes rokonának anyagi és apai ágon joga lenne előállni és a fejedelenséget követelni, de Gábor feleségének összes rokona anyai és apai ágon is joga lenne ezt a fejedelenséget követelni magának. Tehát egy nagyon képlékeny, nagyon szerte ágazó dologról beszélhetünk. Aminek következtében a kapcsolatok feltérképezhetetlenek teljesen. Egyetlen egy kapcsolat biztos, második Moimir kapcsolat esetében biztosak vagyunk benne, hogy ez a fia volt. Az előzőek esetében viszont egyetlen egy fogalmat használnak a latin források, a nehoz. Mit jelent a nehoz a középfogalmiságban, és ezt egyébként történelmi tankönyvekkel azt kell mondani. Unokatestvérként, vagy unokaöcsként azonosítják az adott fejedelmeket, a nehoz azonban nem ezt jelenti egyszerűen, hanem bármilyen rokon. Bármilyen oldalról, de lehetséges, hogy a feleségének volt valami elhúzott rokona, csak akkor eleve volt, vagy eljött és megadatta az uralmat. Elképzelhető, hogy választották a fejedelmeket. Van egy érdekes forrásunk, ez a levél, ami egy formuláriumban van, meg az egy ilyen formulás könyvben leveleket jegyeztek le a középkorban, a nagyobb volt, ami érdekes, sok van ott fent. Érdemes olvasgatni, érdekesek. Ebben arról keleti örökből félhessi Kármán király szabadok megválasztásáról. Elképzelhető, hogy volt egy előttelő réteg, akiknek volt valamiféle beleszólása, hogy ki lesz fejedelem. Ja, ezt elfelejtettem, és nagyon fontos. Kicsit visszatérek az előzőjéhez, az elnézést kérek. Nagyon fontos rang a Comesz, amit nem említettem. A Comesz nagyon sok mindent, ezen a rangon is nevet, ezeket a rangon is emlegetnek a nyúló fejedelmeket, és ez nagyon fontos titulus, ami nagyon sok mindent jelent szintén a középkori latinságban, de ebben a korszakban, ebben a kontextusban őrgrófot jelent. Tehát a frankok a morva fejedelmeket kvázi őrgrófoknak vagy grófoknak tekintették, tehát a saját birodalomnak jelentős nemes embereinek. Tehát volt egy előttelő réteg, akik lehet, hogy választottak, illetve hát valószínű, hogy ezek analógiák, tehát sok mindent nem tudunk erről. Nyilván a frank krónikásokat, vagy évkönyv írókat, most tök mindegy, hogy a Fuldai, vagy az Altaiki, vagy a Szangáleni évkönyvekről beszélünk, nyilván nem ismerték a magyar belső viszonyokat, akkor voltak információk Nagy-Moráviáról, amikor a morvák éppen lázadoztak, a balgép csináltak, és akkor a frank király oda vezényelte a katonákat, és őket ellenvezték. Erről írtak, erről tudtak. Abban nem láttak bele nyilván, hogy hogy működnek a belső viszonyok, ezért az otthon nem tudom szinte semmi. Valószínűsíthető azonban analógiákon keresztül, párhuzamokon keresztül azt, hogy volt egy origógenikus történet, hogy ez azt jelenti, hogy volt egy eredet története valószínűleg a dinasztiának, azért, mert az Árpádoknak is volt, tehát a túlmonda, volt a Csepp-Semiszidáknak is, ugye a Szántóvető, akit az ökörök mellől megírt a fejedelemnek, volt a Piasztoknak is, Mengyelországban is hasonló. Ez minden dinasztiának volt, úgyhogy valószínűleg volt a mai Vidáknak is. Ezt úgy kell elképzelni, ezt a fogalmat is a német szakorlomból kölcsönözzük egy ilyen karizmatikus egyességként a nép és a nemes közösség, a nemesi elit között és a fejedelmi ház között, ami kvázi egy nagyon profán hasonlattal ismét egy fajta középkori alkotmányosságnak képzelhető el. Tehát megmagyarázza azt, hogy nem a fejedelmi dinasztiának háznak miért kell uralkodnia és miért teljes vagy uralkodni. Emellett egy nagyon fontos a kincs. Hát igen, a kincs. Más előre vagyunk. Tehát azt, hogy valószínűsíthető, az ismert szintén az Árpádoknak is, a Csemiszidáknak is, a Piasztoknak is volt ilyenje. Ez igazából a vagyonokból, tehát egy hatalmas nagy kincs, amit felhalmoztak, és egyes alkalmakkor körben hordozták, megmutatták az elitnek, vagy az előkelőknek, és esetleg adományoztak nekik belőle. Ez miért fontos? Hát ez körülbelül hasonló szerepet tölt be, mint a koronai szerek szerepe a későbbi században. Tehát ez egy ilyen szinte szakrális jelkép, amit lát az előkelő, és ezáltal kötve érzi magát a dinasztiához és az államhoz. De ezek szintén ilyen ötletelések és vattalálkozások. Majd a belső struktúrákra térnék rá. Hát igen, elnézést kérek ezért a csúnya és értelmezhetetlen térképért, ugye elmagyarázott mindent. Itt van a sorok, ez ugye, ez itt lévén, körülbelül, igen, ez itt a Morva folyó, tehát szerintem Grün környéke szintén valahol. Ez az a térség, mint a Moimiriák magterületének nevezhetünk. Tehát ez az a régió, amit a Moimirik a fejedelmek ténylegesen állandóan tartósan a hatalmuk alatt tartották. Hát
kicsit más méretű, mint az előző térkép, ezt mindenkinek fel kellett ismernie. Ezek a területek, ezek a sárgó területek, itt ez a kettő, ez itt a környéke és a fejlőség, ez pedig Olmutz környéke. Ezeket afféle, ideiglenes vagy nem stabil katonai alárendeltségnek nevezzük. Ez azt jelenti, hogy ugye a középkorban közigazgatás, vagy a terület uralása nem úgy nézett ki, mint napjainkban, főleg ebben a korszakban nem. Tehát olyanféle területi közigazgatásra, ami mondjuk a középkori Magyarországon volt, és mindenki megtanulta alapiskolában, hogy igen, üzletistállatban a megyék, és a megye az, ahol a megye a közigazgatás elsődleges helyszíne. Az ebben a korszakban egyetlen egy európai állam volt képes. Ennek ez pedig a bizánci birodalom. Csak a bizánciaknak van erre megfelelő anyagi, emberi, illetve infrastruktúrális erőforrása. Az a terület, amit a mindvilág területként tudtak uralni, az a Szalámász. És egyébként sem feltétlenül fontos maga a terület. És itt hangsúlyoznám azt, hogy szintén nem célszerű ezeket a mai fogalmakat a középkorra applikálnak, hogy is halos. Valamilyen csodálatos masinával feltámasztanák szatokokat, mondjuk, vagy mai miért is megmutatnánk, hogy ezt a térképet, akkor lövésük nem lenne arról, hogy ez is annak felületekre adta meg, hogy miért. Hát tudják, a középkori ember nem úgy képzelt el a teret vagy a területet, mint ahogy ezt mi tesszük térképeken keresztül. Neki a középkorban ugye vannak térképek, ezek azonban nem, tehát inkább nem az előadás szolgálják, hanem nem utaznak ezek alapján, hanem inkább ilyen művészeti alkotások voltak, tehát képek, festmények, stb. Hogy utaztak a középkori emberek? Hát ha hajóztak, akkor partnerképp hajóztak, és nagyjából tudták, merre vannak, illetve ült leírásokból, különböző elbeszélő forrásokból ismerték az adott területet. Ugyanis a középkorban tudni illik, a középkor teljesen fordítottja volt a mai helyzetnek. Tehát ma ugye nagyon sok ember van és nagyon kevés terület a középkorban, főleg a korai középkorban, pedig pont, hogy nagyon hatalmas, nagyon sok terület van, ami magadban és nagyon kevés ember van. Tehát az ember az értékes, nem a terület. Az emberek felett kell uralkodni, nem a terület felett. Tehát elsősorban a településeket, a falukat uralták, és azok felett gondolkodtak. Tehát úgy képzelték el magát terület is. Területek fölött inkább úgy, hogyha valami jelentős stratégiai pont volt, mondjuk egy háló a hegyekben, vagy egy folyó átkelő hely. Ezek a területek, amit fölöltöttem, tehát Nyitra és Olmutz környéke, ezek úgy működtek, hát nyilván nem tudták befogni mai mérét, hogy szokott az összes település, nem volt arra erejük, hogy az összes falukban átlődjenek néhány fegyveres kapitot embert tartanak. Mit uralnak a helyet? Hát átkelő helyeket és piacokat. Ezek a legfontosabbak. Ugye ezekhez nem kell állatot rendben tartás, szatottuk egy-két ember képogatott a híthoz, vagy pedig a gázhoz, azokat beszették a vámot, vagy elküldte az embereket a piacra, és azokat beszették az adót. Na de mi kezdenünk? Ugye ez a mai Csehország, ez Magyarország, ez pedig a tényleges Csehország, ez pedig hát Szilézia és Magyarország egy része. Ezek nem álltak egyáltalán új birodalom alatt, ezek úgy néztek ki, hogy a szatokuték néha küldtek oda egy hadjáratot, és az ottani emberek azért, hogy békén hagyják őket, adtak nekik valami szörvéket, vagy prémeket, vagy ilyesmiket. Feltűnő a hatalmas gazdagság és a sárga szimbólumok. Ezeket ugye a különböző sírokból ásták ki. Nagyon sok külföldön készült kincset, például tárgyakat, vagy bizánciakat, vagy frankfegyvereket találtak morva sírokban. Mikor volt erre pénz a borbáknak, hát mi másból a szókereskedelemből. Igen, a hatalmas, aranyan átitatott, nagyobb világító morva ország, vagy morva birodalom, az igazából egy Mojvér és fiai napszókereskedő SRO vagy Kft. Volt. Abban a nagyobb Kft. Igen. Tehát miből éltek abból, hogy ezeket a területeken élők, ezek a területek elő ugányokat kultúra ejtettek, főleg sörnyek és őrre csináltak. Ez egyébként egy norma, tehát ez mindenhol előfordult, nem csak a morvák csinálták. Tehát magyarok is, lengyelek is, csehek is, tehát ez egy ilyen norma volt, hogy a keresztények, a nem keresztényeket. Ugye, még őt erre rátérnek, az is érdekes, hogy a kereszténység nyilván hát,
a középkori kereszténység elítélő hasonló kereskedelmet, azonban az a hasonlóság, hogy a mi keresztények pogányokat ejtünk fogjul, és eladjuk őket rabszolgának, ugye egy elsősorban 12 és 20 év közötti fiúkra és lányokra kell gondolni. Az teljesen jó, mivel ugye hát a pogány az a keresztény alatt érezkedik el, és a pogányság minél így a rabszolgaságban tudják bedolgozni. Biblia nem tiltja. És amúgy egyébként szerintem a keresztények csinálták, nyilván a pogányok is csinálták ezt, tehát az arabok például, hogy érdemes megjegyezni azt, hogy a legnagyobb felelő piacalapon van szóval keresett állnak, az nyilván, mert a, ugye a különböző arab és zsidó kereskedők voltak, illetve frankok, tehát ilyen francia, vagy franciaország és Németország területén érkező kereskedők, vagy a cseh és lengyel egyaránt, tehát ez egy normál korszakban. Igen. Tehát ez úgy működött, hogy a Louisville-Tangers szatapoknak volt egy ilyen előkelő nemes rétege, akikkel eljárkált hadjáratokra, ott összefogdosták ezeket a szerencsétleneket, akiket felúszoltak. Valószínűleg itt érjén környékén volt valahol egy ilyen nagyra szolgó piac, és akkor ott eladták őket. Ezért kapott a mai mérnök a szolgatók mindenféle kincseket, fegyvereket, amiket pedig átosztogatott a harcosainak és az előkelőinek egyfajta fizetségképpen. És hát igen, azért a Morokka vidéken egy frank kard, az felejtett felelőbb. Tehát ez egy gyakran dolog volt, hogyha valakinek volt egy olyan akkor, szóval. Igen, de ne felejtsük azt, hogy érzékeljük, hogy ez egy mennyire instabil és mennyire ilyen törékeny, ilyen finom rendszer. Tehát korán sem olyan stabil, mint egy királyság, vagy egy ilyen szilárd államrend. Tehát ez nagyon képlékeny és nagyon forró módú. Elmondom, hogy kitérek. Most átérnék a birodalom munkására. Ugye van egy régi elméletünk, a magyar honfoglalás, amikor bejöttek, 896-ban ugye, tehát ez az a dátum, amit mindenkinek meg kell tanulnia, és ezt egyébként tudják, hogy miért ez a dátum. Ugye amikor a 19. században, 1890-es években elérkeztünk a honfoglalás 1000. évfordulójához, akkor az akkori magyar politikusok megkeresték a Magyar Akadémiát, és megkérdezték tőlük, hogy mikor volt a honfoglalás. És hát a tudósok azt mondták, hogy ez sajnos nem tudjuk, ez egy folyamat volt, és akkor valószínűleg a 890-es években, tehát egy évtizedben történt. Mit mondtak a politikusok, az nem jó. Egy év kell, amikor megtartjuk az ünnepségeket. És azért rámutattak a évtized közepére, tehát 895-re. Csak 895-re nem készültek el az előkészületek az ünnepségekre, és ezt a tényleg kisebb tartották, tehát én ezt mondtam. Nyilván a karakozékkornakban egyszerűen pontosan tudunk évekre bekörni. Azonban volt egy stabil időpontunk, hogy mikor mutatott meg ez az állam, 907 előtt, egy 907-ben volt a pozsonyi csata, és a pozsonyi csatával kapcsolatban már egyetlen egy forrás sem emlegeti a morákat. Tehát valószínűleg az előtt történt. Világosabb narratíva, tehát vagy a honfoglalás magyarok bejöttek, és úgy, ahogy azt egyes szlovák politikusok szerették hangoztatni itt a sállatokban a parlamentben, igen, a kis szőrös magyar lovacskák patái szét tarabolták a Szent Szlávon földet, igen. És hát a magyarok, a zsemiszúja cseh és a majd kisebb a piaszt lengyelek vették át a térség feletti uralmat gyönyörűen. Tehát az első, akik rátették kezüket a területre, azok hát egy kis részére először a cseh, hogy ekkor formálódik a fejedelemség Bozsihai és Szent Pence alatt. Egy részét ugye nyilván a magyarok foglalták el, majd pedig érdekes mondani, a lengyelek törtek be előtt teljesen a térségből, ugye első egészkomoly Vitéz Boleszó alatt megszilárdul a piaszt lengyel fejlődelenségben királyság, és egész Magyarországot ők uralják, egészen a 14. század felé évekkor a Csehek Ulrik, illetve első Csehkiszlár fejlődelenek alatt visszavették Magyarországot, ez csak egy ilyen érdekesség volt. Azért a helyzet ennél egy kicsit bonyolultabb elárulom. Mik az aktuális kutatások és az aktuális eredmények? Hogy látjuk ma a birodalom munkását, vagy az országban az állami munkását? Két nagyon fontos leletre szeretnénk felhívni a figyelmet, az első Mikulcsize, a másik pedig Kovánszka. Mikulcsizében, mindkét eset, ezek morva, nem is pontosan mondom, hanem mai mérjében kifejezetten, tehát a dinasztia által birtokolt és kedvelt települések voltak. Mikulcsizén nagyon jó helyeket találtak, de nagyon kevés volt a holtest. Tehát a holtestek is elsősorban gyerekek, illetve nők voltak, nagyon kevés volt a férfi. Mit jelent ez? Hát azt, hogy Mikulcsizét valószínűleg senki sem védte. Elhagyott volt. A holtestek száma is aránytalanul kicsi ahhoz képest, hogy mekkora településnek kellett volna ennek valami kormányban. Illetve Kovánszko, ezt pedig egy morva előkelős írja a 10. században. Tehát
látok az előző évszámot, 902 előtt 5. század. Ez pedig egy morva előkelő 10. században Kohászkóban. Kohászkó pedig szintén egy mai érintelesen is volt. És ami érdekesebb, hogy ez a tetány, tehát biztosan előkelő volt, mert a teste sokkal nagyobb volt, magasabb volt és jó tápláltabb volt, mint a köznép, tehát valószínűleg egy előkelőről beszélhetünk. Nagyon gazdag volt a lelősége mellett, tehát sok tárgyat mellett, sok értékes tárgy. Illetve nagyon fontos az, hogy egy templom is elhelyezkedett Miklócsicében, és a sír elhelyezkedése pedig arra utal, hogy valószínűleg ez a figura a templom alapítója lehetett. Egy 80%-os eséllyel megállapítható, hogy ez egy mai Mérida volt. Nem tudjuk, hogy ki pontosan, soha nem fogjuk tudni, de egy mai Méridáról lehetett szó. Érdekes még, hogy egyébként a fejét azt leválasztották a testvéről, nem tudjuk, hogy ez a halál okája, pedig egy ilyen halál utáni megszégyenítés lehetett. Illetve van egy nagyon érdekes forrás, hogy még ezek Salzburgban keletkeztek, ezek igazából birtok átruházási jegyzőkönyvek, amikben ászemély, tehát mondjuk nem tudom, itt valakinek van egy birtoka, és azt el szeretné ruházni, nem át akarja adni valaki másnak, és erről készül egy hivatalos irat. Ezek Salzburgban készültek, és vannak ilyen tanulisták. Tehát annál a birtok, hogy néha, hogy annál a lépletnél voltak tanulók, hogy ezt tanúsítják. És ezek a tanúk nevesítve vannak, és két nagyon érdekes mérjük van fel. Komeszomó mér és szaladók. Ezek annyira speciális nevek, hogy 100%-os biztonsággal megállapítható, hogy ezek morvák voltak. Nagyon fontos még a komeszomó kurus, tehát említettem, hogy ez egy nagyon fontos, nagyon nagy presztízsel járó kurus volt. Azonban több komesztis felsorol ez a jegyzőkönyv, csak mindegyik komesztinél a neve mellé oda van írva, hogy ez pontosan melyik komitátusnak, melyik bróságnak áll az ügyét. Nála ilyen nincs. Tehát egy terület nélkül, hogy egy földnyelvi komesztről beszélhetünk. Ezért nagyon valószínű, hogy második komitáról beszélhetünk az utolsó fejedelemről. Illetve a szatokok esetében második szatokokról lesz, nem tudjuk biztosan. Mik a tanulságok, amik ebből levezetünk? És ha valamit megérkeznek ma, akkor ez legyen az, tehát ha valami tényleg unikális és tényleg egyedül a nagy magabirodalom van, akkor az ez. A mai Méridák megjuttak valószínűleg, de a morva lakosság, vagy a morvan törzs nem. És ilyen más esetben nincs, tehát a longobardok, a heulók, a gepidák, a gótok, az összes hasonló népség esetében, amikor a dinasztia megbukik, magával rántja a népet és a törzset. Ebben az esetben azonban láthatólag vannak morváink a 10. századból, például Olmütz környékén az élet folytatódott ugyanúgy, és ott nem találhatjuk nyomait magyar pusztításnak. A mai Méridák azonban eltűnnek. Mi lehet a megoldás? Tehát az, hogy valószínűleg a morvák fellázadtak a dinasztiájuk ellen, csak nem bírtak vele, és ezért behívták segítségül a magyarokat. Akik hát készségesen segítettek. És van még egy érdekes forrásunk, ez egy bajor püspöki zsinat, ahol arról írnak a terét bajor püspökök, hogy hát igen, a morvák azok elhagyták a keresztény vallást, és kiszakadtak a birodalomból. A magyarok között élnek, magyar kaptán fordanak, és magyar módra leborotválták a fejüket. Ez is beszédes. Tehát a morvák egy része valószínűleg tényleg betalózódott a magyar társadalomban, más része a saját életünkben szerint jön tovább. A dinasztia bukott, a nép viszont megmaradt, vagy a törzs megmaradt. És hát valószínűleg, ez nem biztos, ez is csak egy hipotézis, de nekem nagyon tetszik, hogy ez a csontvázat, amit itt látunk, a puhászkói sírlelet morva előkelője, ez valószínűleg Morvénida, és ő valószínűleg megpróbált visszajönni Morvaországba, ugye Frankföldről, és újra próbálkozni valamivel, és hát a morvák így adták utára, hogy ez halál nem fog menni. És igen. Tehát a bukás az az aktuális álláspontja a tudományosságnak. Még olyan fontos, Cyril és Metod, illetve a morva kereszténység. Ilyenkor meg szoktam kérdezni, hogy van-e valakinek tippje arról, hogy ki Cyril és ki Metod a képen? Ez a mély lagunk a csekkor. Mennek a gyakorlóban írva. Először meglátom, ha mennek a gyakorlóban. Görögül felé van írva, de ugye úgy szokás úgy tartja a hagyomány, hogy a Cyril a szerzetes, hogy ebben a passzok orthodox szerzetes ruhában van a Metod, ami a püspök. Hát püspök volt a Metod, ez is egy érdekes kérdés. No, ugye úgy tanuljuk és úgy tanulják, hogy ők elérkeztek ide a messzi Görögországból, és megtérítették a kogány morvákat. Komáromon keresztül.
Hát, attól fog egy kérdezni. Szerintem ötletünk sincs arról, ha esetleg valakinek van, valaki biztosan tudja, akkor az a nagy szolgálatot tesz a középkorkutatásnak, hogy pontosan hol jöttek át, igen. Ez ötletünk is, természetesen. És akkor az a probléma ezzel, hogy a morvák nem voltak fogányok, akkor, amikor ők ide megérkeztek. De 863-ban érkeztek meg, és ekkoriban azon vannak fanforrásaik, amik arról értesítenek, például van egy, hogy szintén ez az emlegetett bajor püspöki zsinat, ez néhány évente megrendezésre került, és korábban a bajor püspökök is érdekeznek arról, hogy igen, a morváknál keresztények, csak a kereszténység az egy ilyen misztikus, ilyen fal, ilyen primitíve formában van jelen, illetve nagyon fontos zalabár, ahol erről nem szeretnék annyit beszélni, mert ennek van könnyen az interneten elérhető magyar nyelvű szakirodalma. Az Zalabár egy korai katolik katedrális, illetve püspökség lehetett egy ilyen félítő püspökség. Tehát volt keresztény jelenlét a országban. Illetve van egy meglehetősen nehéz című, vagy nehéz nevű forrásunk, Konverzió Bagályorum, vagy Karantanorum, a bajorok és a karintiaiak megtérése, ami egy ilyen érdekes mondatot tartalmaz, hogy Algis elragadta Patrik feleségét, és együtt a birodalom keleti részében menekültek a morvákhoz, akiknél a kereszténység még ilyen kezdetleges, de ott van. Két érdekes információt közül a számunkra, a nőrabadás izgalmas történetén kívül. Az egyik az az, hogy a morvákat ezek is, ők is a birodalom részének tekintették, illetve azt, hogy már jelen a kereszténység valamilyen formában a birodalom, tehát az államban, ahogy tetszik. Tehát mit akartak ők egyáltalán, mit szerettek volna? Ugye Rostislav hívta be őket, mégpedig azért, mert Rostislav ráismert arra, hogy az rendszer, amit bemutattam, hogy a rabszolga kereskedelem, stb. Ez egy nagyon, ilyen, nagyon törékeny, ilyen gyenge struktúra, és ezt meg szerette volna erősíteni. Mi az, amivel ezt meg lehetett volna erősíteni, vagy stabilizálni lehetett volna? Hát nyilván az első lépés egy önálló püspökség, ez ugye nagyon fontos dolog a magyar középkorban is, ugye az egyház alapítások is fel alatt, a püspökség vagy az érsekség alapítás, ez egy nagyon fontos momentum. Itt érsekségről nem beszélhetünk, még püspökség sincs, ugye itt a kánoni alapítól ismernünk kell ezt a struktúrát, ugye ahol van a püspökség, fölötte van, ott van a pápa, és közötte van ugye az érsek, a metropolitát, ez egy ilyen hármas struktúra, ami most nagyon közben kell tartani. Mi a probléma ezzel? Miért nem lehetett Rostislav a saját püspöksége? Azért, mert már egy püspök alá tartozott. A passzaló püspök alá. És azzal, hogy most nekiállt magának szervezni egy püspökséget, nagyon durva módon sérti a passzaló püspöknek a jogait. Ezért először a salzburgi érsekhez fordult, ugye egy érsekek szinten a püspök fölött, és megkérdezte tőle, megpróbált elérni azt, hogy a passzaló püspök alól egy ilyen kis püspökséget kaphatna ő is, tehát legyen egy gondol püspöksége nem volt. És hát ez nem sikerült, a salzburgi érsek nyilván azt mondta, hogy hát nem akarja sérteni a passzaló püspök jogait, és azért forduljon a pápához, és hát igen, a pápa pedig azt mondta, hogy az érsek beágyazésével lehet szó, de egyébként is kevés Magyarországban a felszentelt papa ahhoz, hogy itt bármiféle püspökséget lehessen szervezni. És hát Rostislav szegény csalódottan azért, és látja, hogy segítséget nem kap, és azért fordul a keleti egyházhoz, illetve a Bizánci egyetlen harmadik Mihály a császár, és egy Pótiosz nevű úriember, a pátriárka, Konstantinápolyban, aki egy jelenleg összekosolatok volt, és a szkizma történet elképzelett, hogy sokaknak ismerős, hogy ez a nagy egyház szakadás, amikor a Rótoroszi, a keleti egyház és a nyugati katolikus egyház, a középkorban nincs katolikus régi középkori egyháznak nevezzük, szétvált egymástól. Ez egy hosszú történet, és az egyik komoly állomása vagy csúcspontja ekkor zajlik. Az úgynevezett fiókra vita, tehát nagyon röviden hozban van nagyon a pápa, illetve a konstantinápolyi pátriárka. És azért a pátriárka, azért, hogy nyomást gyakoroljon a nyugati keresztényekre, vagy a pápára, ide küldi ezt a két emberkét, akik közben egyébként Cirillus vagy akkori nevében konstantinak fontosabb, mert egy ilyen nagyon ismert, nagyon tartott bölcs volt a korszakban. Az, amit mindenki megtanul az általánosítás az alapiskolában, hogy hát igen, hogy itt egy pogány földre érkeztek, és a saját egyházat, a független szláv egyházat hoztak létre, ami inkább a keleti egyházban hasonlít, már csak azért is ostobaság és nonsens, mivel ők ketten pontosan tudjuk, hogy 863-ban nem a Balkánon keresztül utaztak Moráviába, hanem Itálián keresztül. És megjelentek a pápánál, és engedélyt kértek tőle arra, hogy püspökséget szervezhessenek.
a fejlődőségen előtt. Nagyon beszédes még az, hogy nem a keleti egyházban, vagy az ortodox egyházban használatos liturgiát, tehát a Hajszágú Szent János liturgiáját használták, hanem a latin ritusú nyugati Szent Péter liturgiát használták, tehát egyértelműen kulturálisan a nyugathoz kötődtek. Szóval nem egy saját szám egyház, hanem egy nyugati típusú latin egyházmegye, vagy püspökségű felhúzása a cél. És hát ők akkor visszaérkeztek a modern birodalomba, és hát szembesültek azzal, hogy ugye az első térítés 4 évig tartott, és hát ezek a szerencsétlenek rájöttek arra, hogy olyan hosszabb körülmények, hogy 4 év alatt ezeknek az újdonsult morva papoknak meg kéne tanítani a görög nyelvet, a latin nyelvet, a bevezetést a Szentírásba, a liturgiát, a kánonok alapjait, és ezt hát valljuk be 4 év alatt szinte lehetetlen, tehát ez az elképesztő teljesítmény lett volna, és azért találták ki ezt a szláv írásra gondolikát, illetve ezt a szláv nyelvű liturgiát, mert egyfajta ilyen gyors, könnyített kurzust akartak, amivel gyorsan kineveltek egy csomó papot Magyarországon. Csak hát 4 év eltelt, és elérkezett az a probléma, hogy ők nem tudták eldönteni, hogy ezeket az embereket, akiket ők így gyorsan kiképeztek egyáltalán fele szemben lehető pappá. És azért tértek vissza Itáliába a pápához, és jó, lezajlott ez a híres vita, ahol a pálapostól híres levelem alapján így megvédték a szláv nyelvű liturgiát és Isten tiszteletet, hogy ez a pápa híres levelem, amiben kifejlődik minden nép, meg a minden nemzetek, minden népben a saját nyelvű kéne megismerni a Szentírás. Igen, és akkor ugye ismert történetet szélődött alatt Rómában be a szerzetesnek, megöltött az érkezett, és valamiért meg tud elkezdni magát püspöknek nevezni, majd érseknek nevezni. Hát nem tudjuk, hogy hol volt, vagy volt egyáltalán metód püspök, érsek biztos, hogy nem volt, tehát valószínűleg érseknek csak a saját ilyen egoizmusa, vagy nagy képességének köszönhetően nevezte magát. Ami egy komoly probléma, és azzal, hogy neki áll magát érseknek nevezni, nagyon durván sértő, nem csak a passzalói püspök, de a szalszbogi érsekúvaim is. És hát ezért valósult meg azt, hogy a szabadok fejlelően nem fogok tőle, és nem járnak is éget, és egy ilyen komoly törés következett be. És elkezdtünk előadásom végére, és visszakadjuk a szeretett alkalmazést. Most akkor elérkeztünk a végére, tehát hogy értékelhetjük Nagy Morávia utóéletét, vagy milyen üzenetet mondhatunk a magunknak most a 21. században ebből az időből. De előtte még kérnék erre a szlovák, a szlávok királyi dologra, hogy a végszaladók, a szlovákok esetében, ugye. Szlovákok a következő fontos eset, és ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy felismerte azt, hogy és felismerte azt a szlávokhoz hasonlóan azt, hogy ez az állapot, ez tarthatatlan, és hogy valami fajta szlávban legitimáció kéne. És ugye a középkorban, ebben a korszakban egyetlen egy olyan diplomáciai erő létezik Európában, ami államok, királyok, császárok felett áll. És garantál, és van akkor a diplomáciai erő, ami garantálhatja egy állam függetlenségét. Ez ugye a pápaság. Tehát Szlávokot megpróbálta a pápánál kiátszani, a pápolgató címűmön, tehát a pápai felsőbséget, ugye azt, amit később egy csomó kelet-európai állam is eljátszott, és ez össze is jött volna neki, hogy ha nem ilyen későn kezd hozzá, ez egy nagyon jó diplomáciai húzás volt, és egy nagyon jó ötlet volt. Önmagában azonban kevés, hogy 8. János pápa az egyik levelében nevezi Régszalvódónak, a királysághoz azonban kevés, ahogy említettem, a királyság az egy nagyon komoly minőségben művás, és egy nagyon komoly presztízsel jár, ez pedig már nem tudta keresztül vinni, de ez egy jó irány volt. És hát akkor elérkeztünk az, hogy Lukács ment ki Morávia örökösen. Ki Morávia gyorsan örökösen gondosítani. Nyilván az úgynevezett tisztán a legjobb rági pozitva alapján, hogy ezek a cseh források, tehát a cseh fejedelemség Morávia, de Nagy Morávia egyetlen örököse. De ez szépen talán írva fel az úgynevezett tisztán a legendájában, hogy Bozsi Bogyi az első történelmi bizonyítatlan létező cseh fejedelem. Előkezik Szlatokon Morávia, és ott lakomáznak egyet, és ott Metód beszélgett vele, és azt mondta, hogy hát igen, ezek a morvák nagyon nem keresztények, mert nagyon elfordultak a vallástól. Azonban, ha te csak fejedelem felveszed a keresztet, és keresztényt válsz, és megkeresztelhetik most téged, akkor te latin utibőjából leírod a dominus dominorum utibórum, tehát az urai urámmal fogsz válni. És ugye Bozsi Bogy természetesen megkeresztel, a kedvesek meg megkeresztel, és
a magyar krónika kompozíció szerint nyilván a magyar királyság az egyetlen igazi örökös a Nagy-Moráviának a hódítás után. A valóság azonban, hogy arra mutattam, tényleg árnyak ad, és igazából nem ez a helyes kérdés, amit fel kellett tennünk, nem egy ezer évvel létező kostus, hát államhatalmat szerűségen, örökségén és területén kéne tépnünk magunkat, és ezen kéne maradnunk jelostul a örökösökként, mert az nem ez a csalóba is egyébként is teljesen mindegy. Akkor viszont hol van pontosan a birodalom helye a történelemben? Mi az a fontosság, amit ebből levonunk? Hát nem más, mint ugye természetesen ez egy érdekes kiegészítés, ami egy érdekes fejezete az Európa kelet-közép-európai történelemben a korszakban. És emellett egy sikertelen történeten keresztül mehetünk végig szépen lassan azokon a pontokon, amiken az államalapítás során minden kelet-közép-európai monarchiának át kellett mennie. Tehát ugye az Árpád-házi alatt formálódó Magyarországnak, ugye az egyházmegyék szervezése, a királyságban lévése István alatt, az, amit a magyarok elértek Géza, illetve István alatt, azok is ugyanezek a lépések, amikkel a morvák próbálkoztak, csak a morvák ez nem jött össze. Ugyanúgy a semmi szint a cserek, a bozsikói szentfenszer, illetve a kegyetlen Boleszláv alatt, ugyanúgy a lengyelek első Mieszko és Vitéz Boleszló alatt. Ezek a pontok, ezek a mérföldkövek mindenhol megvannak, és ez egy újfajta megfigyelési módot vagy iránybiztosít számunkra, hogy ezeket a kelet-közép-európai államalakulatoknak a kialakulását vizsgálhatjuk. Ugyanis mi Magyarország, Lengyelország és Csehország esetében sikeres történetekről beszélhetünk, a morvák esetében ez nem mondható el. Köszönöm szépen, hogy szerettem volna mondani, hogy velem a kérdéseket.